Drágább és olcsóbb autók, melyekbe a gyártó nagy valószínűséggel beszerelt úgynevezett gyári lopásgátló védelmet. Ennek ellenére mennyi idő alatt tudja ellopni egy felkészült olvaj? 30-60 másodpercen belül lehet tudja lopni az olyan gépjárművet, amiben az úgynevezett csak gyári védelem van beépítve. A stúdióban Tímár László, a Pajzs gépjárművédelem alapítója, mindene, feltalálója. Jelenleg több mint 80 ezer gépjárműve van beszerelve a Pajzs gépjárművédelem. Mennyit tudtak ellopni? 0 darabot. Miért? Mert a védelmi rendszerünknek a lényeg, hogy hozzáférhetetlenné tesszük a tolvajok számára azt. A tolvaj hiába tudja, hogy mit kellene neki megtennie, nem tudja a cselekményt végrehajtani, mert nem fér hozzá a védelmi rendszerhez, nem tudja az hatástalanítani, és a végeredmény önerőből ellophatatlanná tesszük a gépjárműveket. A gyári lopásgátló védelem az semmit nem ér? Semmit az égett a világon. Akkor miért rakják bele? Valamit bele kell tenni az autóba. Tehát előírás az Európai Unió által, hogy a gépjárműveknek kell tartalmazniuk aktív-passzív biztonsági elemeket, ezek benne vannak. De nem tudják megoldani a gépjárműveknek a védelmet. Egy hálózati rendszerben gondolkodik egy autógyártó. Tehát van neki különböző országokban akárhány szervize, kereskedéses. Ha valaki leadja a gépjárművet a szervizbe, akkor az autóval kapcsolatos minden információt a szervizben tudni kell. Tehát úgy lehet csak szervizelni egy autót, hogy az adott gépjárművel kapcsolatos összes kód például a birtokukban van. És az elmúlt 20-30 évben, azt hiszem 99-ben volt erre először élőben példa, amikor megbuktak márkakereskedés részéről, hogy ők játszották ki az ügyfeleket, és gyakorlatilag visszéletek az autótulajdonosoknak a sérelmére. Sok ilyen volt, én is hallom. Még kiadták a kódot? Hogyne, meg kulcsot másoltam, stb. Felnőtt egy olyan társadalom, hogy ugye egy autó az négykeréken járó, guruló informatikai rendszer. Tehát itt már nem úgy kell autót lopni, mint annak idején, hanem megfelelő informatikai szaktudás kell hozzá. Egy 16-18 éves fiatal, akinek átlagon felüli az informatikai szaktudása, képes arra, hogy a megfelelő programmal egy autót el tudjon indítani. Tehát a gyári védelem nem ér semmit. Így van. Mi kell hozzá, hogy ne tudják ellopni az autónkat? Hát mindenféleképpen olyan megfelelő utólagosan beépített védelmi rendszer, aminek van külön kezelő eszköze. Ennek a kezelőszervnek teljesen eltérőnek kell lenni az autó gyári indító kulcsától. Más frekvenciatartomány, más kódok, és ami nagyon fontos, hogy nyomógombos. Mert ha nyomógombos, akkor csak olyan jelet lehet rögzíteni utólagosan, amit a védelmi rendszer már egyszer elfogadott, és a büdös életben soha nem fog elfogadni. Mi van, hogyha mégis ellopnak egy autót, ami pajzs védelemmel van ellátva? Hát, hogyha egy ilyen fog történni, akkor ki kell fizetnünk az autónak a piaci értékét. Erre még nem volt példa. 2001 óta foglalkozom a pajzs technológiával. Mindig szerződésben vállaljátok, hogy amennyiben ellopják, akkor? Így van, szerződésben vállaljuk az ügyfelekkel, ez le van írva, és hogyha ellopnának egy autót, amiben pajzs technológia van, akkor azt nekünk kötelességünk lenne kifizetni. Miért nem lett ebből világszabadalom? Nagyon sok helyről megkerestek az elmúlt 20 év alatt, de csak úgy akarták csinálni, hogy felelősséget nem vállalva. És senki nem akarta azt a garanciát vállalni az ügyfelei felé, mint amit mi adunk. Én ezért a saját kezemben tartom, mint cég, a termékfejlesztést, a termékgyártást, a beépítést, a karbantartást, mindent. Aki ezt vállalja, leírja, hogy ő ugyanazt a garanciát és feltételt biztosítja, akkor nagyon szívesen dolgozom vele együtt. Amíg nem, addig nem tudok vele együtt dolgozni. Köszönjük, hogy itt voltál. Én köszönöm a lehetőséget. Kövess, iratkozz fel, szedd alá!